Egy cseh kamionsofőrt szondáztatnak a rendőrök az M3-as autópálya Kálmánházi pihenőhelyén. Előtte már ellenőrizték a vezető jogosítványát, a jármű dokumentumait és műszaki állapotát. A Roadpol elnevezésű nemzetközi közúti ellenőrző sorozatba Magyarország is bekapcsolódott, így a hatóság a következő napokban szúrópróbaszerűen razziázik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legforgalmasabb tranzitútvonalain. Természetesen nem csak a vezetési idő, ami a cél, illetve a pihenőidőnek az ellenőrzése, valamint a veszélyes közúti áruszállítása kapcsolatos magatartási szabályoknak megtartását ellenőrzik a kollégáim, hanem az egyéb jogsértő cselekményeket is, ami párhuzamosan jelen lehet a járművezetők esetében, akár az ittasság ellenőrzés, ami minden esetben kötelező természetesen, menetokmányok, vezetői engedélyek, bármilyen, ami felmerülhet az ellenőrzés során. Attól függ, hogy milyen ellenőrzés ennek a kimetele, annak a függvényében kapnak szankciót az állampolgárok, illetve a gépjárművezetők. Ezzel párhuzamosan egy másik akcióban a rendőrök embercsempészek után is kutatnak, így a kamionok rakodó tereit is átvizsgálják. Bár a közúti ellenőrzés a buszokra is kiterjed, manapság a járványhelyzet miatt jóval kevesebb jár belőlük az utakon. Éppen ezért ezekben a napokban főleg a teherfuvarozók számíthatnak arra, hogy megállítják a rendőrök. A leggyakoribb szabálysértések a veszélyes áruszállításra, illetve az áruszállításra vonatkozólag vannak, ami előfordul az ellenőrzések során. Itt a rakományok nem megfelelő rögzítése, illetve a letakarása, hogy nem megfelelően van leponyvászva mondjuk egy gyömlesztett áruszállításánál. Ez ami előfordul általánosságban a kamionokra vonatkozólag. A személyszállítás vonatkozásában nem feltétlen szokott előfordulni ilyen jellegű, esetleg ott a gumiabroncsokkal kapcsolatos egyéb jogsértések állapíthatóak meg, ami szintén eljárás vonhat maga után adott helyzetben. Az osztályvezető hozzátette, a pihenő idővel való manipuláció ma már sokkal nehezebb. A sofőrök ugyanakkor időről időre találnak új megoldást, például az útdíjfizetőrendszer kijátszására. A kamionokra és buszokra kiterjedő ellenőrzés vasárnapig tart, a Roadpol azonban más formában folytatódik. A rendőrség célja, hogy folyamatos jelenlétével megelőzze és csökkentse a közúti balesetek számát.